Donald Trumpnak mindössze egy republikánus kihívója maradt. Ha Trump fölényesen nyer New Hampshire államban, akkor szinte biztos, hogy ő lesz a republikánusok jelöltje. Nárai Balást kapcsoljuk New Hampshire-ből. Nos, mennyire jelentős helyszín New Hampshire, és mit tapasztalsz, milyen most a hangulat? Jó estét kívánok innen a New Hampshire-i késő délelőttből. A hangulat, azt mindent leír talán az, hogy azon a helyen, ahol vagyok, ez Manchester városa, New Hampshire állam egyik legnagyobb városa, és gyakorlatilag ez az iskolai tornaterem tele van szavazókkal. Ez mutatja azokat és igazolja azokat az előrejelzéseket, hogy rekord részvételt várnak már az előválasztáson is. New Hampshire állam az Egyesült Államokon belül hagyományosan az első hagyományos jellegű választási előválasztási helyszín mindig, és erre a helyiek büszkék is. Beszéltem már itt néhányakkal, akik érkeztek, szavaztak, és mondták, hogy ők ezt nagyon fontosnak tartják, hogy az ő államuk mutathatja meg legelőször az országon belül, hogy milyen irányt mutat a következő államoknak a jelölteket illetően, és ez a jelölt keresés, ez a republikánusoknál a legfontosabb idén itt New Hampshire államban, és ahogy el is hangzott, két személyessé vált a verseny, Donald Trump és Nikki Haley között, ahogy vasárnap bejelentette visszalépését Ron DeSantis, floridai kormányzó, aki még esélyes volt az elnök jelöltségre, így vált ez kétszemélyessé ez a versenyfutás. New Hampshire állam abból a szempontból érdekes, hogy Donald Trump támogatottsága, illetve előnye itt sokkal kisebb, mint országos átlagban. Nikki Haley ebben az államban, amit egy kicsit liberálisabb felfogású államnak mondanak, magasabb, tehát itt lehet versenyfutás. És ezért mondják azt, hogyha ebben az államban is képes lesz Donald Trump nyerni, tehát az elnök jelöltséget megszerezni, akkor gyakorlatilag nem nagyon van vissza, illetve visszaút oda, hogy ő legyen a republikánus párt elnök jelöltje majd a novemberi választásokon. És hogyha néhány szót lehet mondani a demokratákról, a demokraták hivatalosan nem tartanak ugyan előválasztást, mert Joe Biden elnök kezdeményezésére ők Dél-Karolinában tartanák az első hivatalos előválasztást, de itt az állam demokrata pártja mégis megrendezi az országos demokrata párti ellenkezés ellenére a saját előválasztásukat, és ezen a szavazólapon itt nem szerepel Joe Biden neve, tehát rá elvileg nem lehet szavazni, viszont New Hampshire állam demokratái, azok, akik Joe Biden-t támogatják, elkezdtek egy akciót, amiben arra biztatják a demokrata szavazókat, hogy de azért írják oda ceruzával, tollal Joe Biden nevét, de ebből a szempontból ez egy érdekes kísérlet, illetve egy érdekes teszt lesz az elnök támogatottságát illetően, de azért itt most ezen a napon New Hampshire államban leginkább a republikánus versenyre tekint mindenki, és a republikánus szavazók körében várják a rekord részvételt, történelmi rekordot, több mint 300 ezer embert itt az államon belül, hogy szavazzanak a republikánusok elnök jelöltjére. Nárai Balázs, nagyon szépen köszönjük. És ahogyan hallhatták, ha New Hampshire Donald Trumpra szavaz, akkor még egy lépéssel közelebb kerül a világ egy Trump-Biden visszavágóhoz. A témát Titanilla folytatja vendégével. Így van, egy másik Donald a témánk, és egy másik vendég, Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a tisztelt nézőket! Hallottuk tehát, hogy fontos összecsapás a mai, ugye New Hampshire, bár egy pici államról beszélünk, de mégis nagy jelentősége van itt az előválasztások sorában. Ön mit gondol arról, hogy már ma eldőlhet, hogy ki áll majd Joe Biden-nel szemben? Igen, én is úgy gondolom, hogy már ma eldőlhet. Sőt, nagy valószínűséggel már el is dőlt egyébként, nem csak azért, mert a szavazók már elkezdték a szavazást, és nagyon sok voksot már nem lehet megváltoztatni, így csak mi vagyunk még tudatlanok, de a szavazatok azok gyűlnek. De egész egyszerűen arról van szó, hogy New Hampshire Nikki Haley-nek az utolsó esélye arra, hogy fel tudjon mutatni egy győzelmet. És ez az az állam, ahol a legnagyobb esélye van arra, hogy győzhessen. Egyrészt azért, mert a közvéleménykutatások egy olyan jó két héttel ezelőttig egy viszonylag szoros versenyt mértek. Voltak olyan közvéleménykutatók, amik 10% alatt mérték Donald Trump előnyét ebben az államban, és ez borzasztóan szokatlan. És országosan Donald Trump több mint 50 ponttal vezet Nikki Haley előtt, 68-14 talán a legutóbbi állás, amit mértek az amerikai közvéleménykutatók a volt elnök javára. Így az összképet tekintve
nagyon kevés eséllyen indul eleve Nikki Haley, és itt most győznie kell. Az elmúlt két hétben azonban a New Hampshire-i kutatások is növekvő Donald Trump fölényt mutatnak, most már stabilan két számjegyűt, volt olyan is, amelyik a 20%-os Trump előnyt is meghaladta. Tehát ilyen formán nagyon nehéz kilátásai vannak Nikki Haley-nek. Ami segíthet neki egy picit, az talán a demokrata párt. Ugyanis nem csak olyan kampány indultam el New Hampshire-ben, hogy a demokraták írják be Joe Biden nevét a saját előválasztásukon, hanem igaz, hogy nem hivatalosan, igaz, hogy influencerek útján, de arra próbálják bíztatni a saját szavazóikat, hogy lépjenek ki a demokrata pártból, és szavazzanak a republikánusoknak az előválasztásán, ugyanis ez egy félig nyitott primary. Azok, akik függetlenek, és időben kiléptek a demokrata pártból, hogy függetlenné válhassanak, azok szavazhatnak a republikánusok előválasztásán. Egyfajta ilyen szabotázs akció? Egy ilyen szabotázs akció, és ez nem szokatlan az amerikai előválasztások történetében, egyébként ilyen szempontból védjük meg a demokratákat, de akik időben, az igazság, hogy több héttel ezelőtt kiléptek a demokraták közül, vagy azok a függetlenek, akik amúgy tudják, hogy majd a demokrata jelöltre fognak szavazni, azok most megtehetik azt, hogy elmenjenek és befolyásolják a republikánusok saját választását. Ez is magyarázza egy kicsit azt, hogy Nikki Haley, aki egyébként egyértelműen a washingtoni establishmentnek a jelöltje a republikánus oldalon, az miért áll valamivel szorosabban, mint bármely más államban. De tény is való, hogy itt neki győznie kell, és a legutóbbi közvélemények kutatások azt mutatják, hogy erre egyre kisebb és kisebb az esély. Az Alapjogért Központ frissen megjelent elemzésének címe is itt az amerikai választással foglalkozik, és az a címe, hogy Trumpot demokratikus eszközökkel nem lehet megállítani, vagy Trump meg demokratikus eszközökkel megállíthatatlan. És mi a helyzet a nem demokratikus eszközökkel? Igen, tehát azt, hogy miért megállíthatatlan demokratikus eszközökkel, azt többé-kevésbé vázoltuk. Ugye a demokratikus hagyományok szerint az Egyesült Államokban a pártoknak a választói, azok az előválasztási folyamatban jelölik ki azt, hogy ki indul a novemberben esedékes november 1-én tartott elnökválasztásokon. Nos, látszik a közvéleménykutatási adatokból, hogy Nikki Haley-nek minimális az esélye arra, hogy Donald Trumpot megállítsa, hogyha most egy nagyobb arányú vereséget szenved New Hampshire-ben, akkor pedig tulajdonképpen kizártá válik. Felmerül a kérdés, hogy Nikki Haley-nek a támogatói egyáltalán biztosítják-e számára azokat az anyagi forrásokat, amelyek szükségesek a kampány folytatásához. Illetve felmerül az a kérdés is, hogy Nikki Haley miközben látja, hogy tulajdonképpen az esélytelenek nyugalmával küzd, szándékozik-e tovább küzdeni. Ugye Ron DeSantis erre mondta azt, hogy igen, Ron DeSantis nagyon tisztán látja, hogy ő előtte még egy nagyon hosszú politikai karrier állhat. Ha Nikki Haley is úgy gondolja, és egyébként a hölgy fiatal még, hogy előtte egy komoly politikai karrier van a republikánus oldalon, akkor én azt hiszem, hogy vissza kell lépnie. Mert egyrészt nem akadályozhatja tovább, hogy kialakuljon a pártegység a jelölt körül, mert értelmetlen. Másrészt pedig, hát az igazság, hogy egy idő után bohócot csinál magából az a jelölt, aki folyamatosan 30-40-50% ponttal kap ki. Tehát nagyon nyomos érvek szólnának amellett, hogy Nikki Haley visszalépjen, és Donald Trump támogatására szólítson föl. Ezek lesznek a nagy kérdések a holnapi nap folyamán. Azt hiszem, hogy ezt a két dolgot megteszi-e. Ha nem, akkor is van még egy védhető ok, hogy miért nem, hiszen hamarosan, február második felében tartják Dél-Karolinában is az előválasztást. Ami szintén egy fontos állomás szokott. Igen, ez még a szuperkedd előtt van. Igen. Ezt azért várhatja meg Nikki Haley, mert az neki tulajdonképpen a saját állama, ahol ő kormányzó volt, sikeres kormányzó volt egyébként, de ott is megnézzük a közvéleménykutatásokat, több mint 30 ponttal vezet Donald Trump a volt kormányzó ellen. Ezek azt hiszem azt mutatják, hogy valóban eldőlni látszik a republikánus oldalon az előválasztási verseny, azaz demokratikusan nem állíthatják meg. Viszont vannak nem demokratikus eszközök is, amelyekhez a demokraták, és a megkövesedett washingtoni bürokrácia az alkalmaz annak érdekében, hogy meggátolja, ellehetetlenítse Donald Trump indulását a választásokon. Jelen pillanatban elsősorban jogi jellegű kísérletek zajlanak, két államban, Coloradóban és Maine-ben, az egyikben egy demokrata többségű legfelsőbb bíróság, mindben pedig egy mezei demokrata hivatalnok eltávolította Donald Trump nevét az előválasztási választócédulákról.
Ezzel kapcsolatban a legfelsőbb bíróságnak kell majd rendet raknia, ez várhatóan február hónapban fog megtörténni. Azt már tudjuk, hogy a legfelsőbb bíróság vállalta az ügyet, tehát el fog indulni a folyamat. Mi a helyzet a Donald Trump ellen indult perekkel, illetve ezzel a bizonyos 14-es kiegészítéssel, amely alapján őt ki akarják zárni a választható személyek köréből? Colorado-ban és Maine-ben erre a 14. alkotmány kiegészítésre hivatkoznak, amely egy polgárháborút követő korszaknak az alkotmány módosítása, ami azt célozta, hogy a DL tisztviselői, katonatisztjei, azok ne vállalhassanak bizonyos pozíciókat az Egyesült Államok szövetségi kormányzatában. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Donald Trump nem vett részt az amerikai polgárháborúban. Az is teljesen nyilvánvaló, hogy ahogy alkalmazzák ezt az alkotmány kiegészítést, az meredeken ellentmond azzal a szándékom, amivel ez íródott. És még itt azt szeretném aláhúzni, hogy egyetlen egy bíróság sehol sem ítélte el Donald Trumpot semmi olyasmiért, ami miatt szóba kerülhetne a 14. alkotmány kiegészítés. Igen, mert ez lázadás, zendülés, az ország ellenségének segítése, tehát gyakorlatilag a hazaárulás kategóriája. Lázadás, zendülés és az ország ellenségeinek a nyílt és aktív segítése, ezek azok a kizáró tényezők, amivel valakit ki lehetne zárni az indulásból. Semmi hasonlóval kapcsolatban sem ítélte el egyetlen egy bíróság sem Donald Trumpot, illetve volt egy eljárás, igaz, hogy politikai eljárás volt, ez az impeachment, a második impeachment eljárás, de ez konkrétan felmentette Donald Trumpot ez a nonavád pontok alól. Úgyhogy meglehetősen önkényesen jártak el Coloradoban a legfelsőbb bíróság, Maine-ben pedig ez a választási tisztviselő. A másik ugye számos per, 9 per, hogyha jól számolok, folyik most jelenleg Donald Trump ellen. Ezeknek egy jelentős része nem befolyásolhatná egyébként az ő választhatóságát semmilyen módon, tehát például nem járna börtönbüntetésre. Megint másik perek pedig egész egyszerűen az idő szűke miatt nem férnek bele az idei évbe, tehát ismét csak nem fogják befolyásolni Donald Trump választhatóságát. Georgiában, New Yorkban és Washingtonban folyik 3 olyan per Donald Trump ellen, amely közül 2 az, ha kis eséllyel is, de reális eséllyel vezethet ahhoz, hogy bebörtönzik Donald Trumpot. De még akkor is választható, ugye? De még így is választható, de egy pillanatra gondoljunk bele abba, hogy a liberális, hatalmon lévő liberális oldal Amerikában, a modernkori demokrácia bölcsőjében be akarja börtönözni az ellenzék megválasztott elnök jelöltjét. Mártír lesz. Mártír lesz, és választható minden valószínűség szerint. Úgy gondolom, hogy politikai szempontból ez nem lenne egy jó húzás, még akkor sem, ha esetleg meg tudnánk gátolni azt, hogy Donald Trump aktívan kampányoljon. De egy borzasztó üzenet a világ számára. Tehát én azt hiszem, hogy az USA nem engedhetné meg magának, már azt sem, hogy ilyen boszorkányüldözést folytat az ellenzék kiemelkedően legnépszerűbb vezére ellen, de azt, hogy az ellenzéki elnök jelöltet bebörtönözzék, az azért egészen felháborító lenne, és nagyon rossz üzenet a világnak. Maradt még egy percünk, és akkor még a demokrata oldalról ejtsünk néhány szót. Ugye itt Joe Bidennek papíron nincsen hívója, ugye Robert F. Kennedy lett volna, de őt aztán úgymond megtorpedózta a demokrata elit, és Joe Biden fog nagy valószínűséggel elindulni, hát nagy valószínűséggel Donald Trump ellen. A kettejük közti erőviszonyok azok, hogy állnak most? A helyzet az, hogy ugye Kennedy jelöltségét úgy torpedozták meg, hogy nem engedték neki, hogy kampányoljon, és nem vehetett részt elnökjelölti vitákon. Tehát ez volt a módszer, amivel tulajdonképpen kitessékelték maguk közül a demokraták. Ő indulni fog, vagy legalábbis azt állítja, hogy indulni fog, függetlenként. És azért több mint 10%-os támogatottsággal bírt, tehát még az is egy érdekes történet. Érdekes történet lesz majd. Joe Biden jelenlegi politikai karrierjének tulajdonképpen egész több mint 5 évtizedes politikai karrierjének a mélypontján van, annak ellenére, hogy hivatalban lévő regnáló elnök, ugyanis 33% támogatja az ő tevékenységét elnökként, ez egy borzalmasan alacsony szám. Emellett személyes botrányok, fiának a botrányai, pénzügyi botrányok, korrupciós botrányok sora övezi az ő tevékenységét, illetve a családját. És a harmadik szempont pedig ugye az egészségi állapota, nem nagyon kell ezt ecsetelnem, szemmel látható, hogy hétről hétre romlik az ő fizikai és mentális állóképessége is. Őszintén szóval nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a nagyon hosszú és komoly igénybevétellel járó kampány az ne állíthaná őt legyőzhetetlen feladat elé. Nagyon szépen köszönjük Orskovics Zoltánnak, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen, szép estét kívánok!